Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr! November elején jelent meg a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet, az OECD Egészségügyi Körkép 2015 című kiadványa. A tanulmány bemutatja és összehasonlítja az OECD országok legfontosabb egészségügyi statisztikai adatait. Ebből megtudhatjuk azt is, hogy a magyar egészségügyi dolgozók a nemzeti átlagbérhez viszonyítva a legrosszabbó keresők közé tartoznak. A kórházi ápolók fizetése vásárlóerő paritáson a legalacsonyabb az OECD országok között. Az, hogy sereghajtókká váltunk, egyrészt az elmaradt béremeléseknek, másrészt annak köszönhető, hogy a hazai ápolók közt csökken a magasan képzettek aránya. Rengetegen döntenek az elvándorlás mellett, vagy piaci szolgáltatóhoz mennek, vagy elhagyják a pályát. Hónapokig is elhúzódik egy-egy diplomás helyének betöltése. Amíg nincs betöltve a hely, addig vagy átszervezéssel oldják meg, így már meglévőkre nehezedik még nagyobb teher, vagy alacsonyabb képzettségűek alkalmazásával, ami az ellátás színvonalát rontja. A tarthatatlan bérhelyzetre semmilyen válasza nincs a kormánynak. Voltak ugyan ígéretek még az előző egészségügyi államtitkártól, Zombor Gábortól a szakdolgozói béremelésre vonatkozóan, de ezek az államtitkár távozásával feledésbe is merültek. Alapbéremelés helyett a mozgóbérek felszabadításaként, bérkiegészítésként rendezték. A bérkiegészítés csak a több műszakban vagy készenlétben, ügyeletben dolgozókat érinti, szemben az ígért alapbéresítéssel, amely minden egészségügyi dolgozónak járna. Így a dolgozók, szakdolgozók közel fele sem mit nem kap, de akik kapnak, azok sem sokat. Mikor valósul meg az általános 50%-os alapbéremelés, amit a szakszervezetek követelnek? Várom válaszát. Köszönöm, képviselő úr. A kérdésre Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ön az OECD-nek idézte a kimutatását, és szerintem akkor lett volna korrekt, hogyha nem csak ezt a számpárt hozza, hanem azt is, amelyik azt mutatja be, hogy a 2010 előtti időszakban milyen mértékű forrás kivonás volt az egészségügyben, ami utána megfordult, és nem csak, hogy csökkent ennek a mértéke, hanem forrás többlet van az egészségügyben. Ön vajon miért nem idézte az OECD-nek ezt a részét, amely a korábbi forrás kivonás helyett immár többletforrás biztosítást jelent? Ez pontosan azt jelenti, képviselő, hogy míg a korábbi időszakban nőtt az a különbség, amire ön is utalt, utána csökkent az a különbség, amely magyar egészségügyi dolgozók bére és az OECD jobb helyzetű államaiban levő egészségügyi dolgozók bére között volt. Ez több lépcsőben történt meg. Úgy láttam, itt nem teljesen pontos volt az, amit ön utalt ezekre a lépésekre, ezért engedje meg, hogy ezeket pontosítsam. A 2010 után, egy egyösszegű juttatás után 2013-ban a 95 ezer egészségügyi szakdolgozó mindegyikének volt béremelése, átlagosan 27%. Ez egy 27 ezer és 41 ezer forint közötti összeget jelentett. Ez volt az az általános béremelés, ami mindenkit elért. És hozzátenném, hogy ezen túl még a házi orvosok számára biztosított idei és jövő évi plusz 10 milliárd forint, amelyik 130 ezer forint plusz bevételt jelent praxisonként és havonként, összesen már 260 ezeret, hogyha több évet nézek, akkor az viszont az ott dolgozó esetleges ápolóknak a béréhez is plusz fedezetet nyújtott. Az előző tehát az volt, amelyik mindenki számára biztosított volt, és idén valóban egy újabb juttatás mellett döntött a kormány. Idén ez 5,3 milliárd forint, jövőre 12,8 milliárd forint lesz. Ez pedig az ügyeleti díjak, készenléti díjak, túlmunkadíj, műszakpótlék, amelyek korábban befagyasztásra kerültek az általános béremelésnél, ezeknek a kiengedését jelentette. Azt jelenti, hogy ezek is megnövegedtek akkora mértékben, akik tehát a betegágy mellett dolgoznak, és ott vannak éjszaka is, azok még többletet kaptak, de volt általános béremelés is, amelyik 27%-os többletet biztosít az itt dolgozóknak. Természetesen szeretnénk ezt továbbiakban is folytatni, mert igen, csak szükség van rá. Köszönöm.